Kövér László kabinet főnökének családtagjai laknak abban a lakásban, amelyet határon túli magyarok támogatására szánt pénzből vettek, derítette ki a 24.hu. A portál információi szerint a Magyar Tehetségekért Határtalan Alapítvány 320 millió forintot kapott határon túli magyar fiatalok támogatására. Ebből 240 milliót egy 5 szobás, 164 négyzetméteres lakásra költöttek el. Ezt használja most a házelnök munkatársának családja. Az alapítvány a lakás mellett egy Audi A6-ost is vásárolt 13 millió forintért, amit a szervezet elnöke használ. A határon túli magyaroknak szánt pénzből 4 ember kapott támogatást 2,4 millió forint összegben, egyikük az alapítvány elnökének sógornője. Nagyon sok gyöngyszem van ebben a történetben, most a bejátszóban minden fér, de nekem az is nagyon tetszett, hogy amikor az újságíró elkezdett érdeklődni, és hát kiderült, hogy semmi látható köze nincsen ennek a lakásnak az alapítványhoz, akkor Fieldstore-ra ráírták a postaládára legközelebb, amikor visszament az alapítvány nevét. Ugye az ellenzék azonnal a múlt héten csalás-lopást kiáltott, de bármilyen büntetőjogi kategória ebben a sztoriban felmerül? Elvileg felmerülhet, amennyiben ez a pénz pántlikázott pénz, tehát meghatározott célra használható fel, és ettől a céltól eltérő módon használta fel a kabinetfőnök és a családja, akkor probléma. De én nem, egyébként nem értem a fölháborodást. Hát tudjuk, hogy ez a kabinetfőnök esetleg nem határon túli. Hát senki sem tudhatja, és meg fiatal ember, és a családja is fiatal. Nem fiatal. Hát most mindegy, de ezzel is... jó. Igen, szóval ezért segítették, és hát egyébként meg, hogyha a 4 emberhez, aki ugye valóban kapott valami töredéket, hozzáadjuk az ő népes családját, akkor már mindjárt többen kaptak támogatást. Hát most a viccet félretéve, ha Kövér László házelnök úr tartaná magát ahhoz a puritán elvekhez, amiről állandóan szónokolni tud, akkor ő maga tenne följelentést. Én várom ennek a bekövetkezését, vagy hogyha ez nem történik meg, akkor hát hitelessége legalábbis megkérdőjeleződik a házelnök úrnak. Hát a Kövér Laci hitelessége az már 100 éve megkérdőjeleződő, de ez egyébként ez kitűnő ez az eset, abszolút lemeszteleníti ezt az egész neres kompániát Kövér Lacival az élen, aki tényleg olyan erkölcsi magaslatokról szónokol úton, útfélen, miközben ezt a leggaládabb dolgot, hogy van egy adomány, egy alapítvány kifejezetten a határon túli tehetséges fiatalok támogatására, és az ő pénzüket lopják el, nem büntetőjogi értelemben feltétlenül, de erkölcsértelemben mindenképpen ellopják azzal, hogy nem arra használják, amire az alapítvány, nyilván alapító okirata szerint, ha ez a neve valami ottan, abban le van írva, hogy mire kell ezt a pénzt használni, az biztos nincs benne, hogy villalakást kell venni, meg telket kell venni, és... Befektetés volt koronavírus járvány idején. Ne, hagyjuk ezt a hülyeséget, nem kell ezt a rizsát, ezt senki nem veszi be. A bíróság miért nem adták ki egy üzleti bérlőnek? Céltól eltérő használat. Szóval ez a képmutató farizeus egészen gátlástalan gengszter viselkedés, amit a Kövér Laci környezetet csinál, és ez teljesen ki van zárva, hogy a házelnök nem tud róla, hogy az ő kabinet főnöke az, hogy a legközelebbi családjával, szóval nem kell hülyének nézni az embereket. Ez az ő áldásával, jóváhagyásával, tudomásával történik. De ez még csak nem is annyira galád dolog. Szerintem ez sokkal inkább szánalmas. Tehát akkor vannak a nagy magasztos cél meghatározások, a határon túli magyarok, meg mit tudom én, és akkor ilyen nagy stílű módon támogatjuk a kis stílű saját csicskásunkat. És erre öntünk baromi sok pénzt. Ez kb. Ugyanolyan szánalmas, mintha közpénzből kibérelt, horvátországi jaktra oda rángatott prostik mellett a Tesco gazdaságos Aperol. Meg ilyenek. Tehát ez a színvonaltalan szánalmasság. Azért vesztegessünk pár szót arra is, hogy honnan van a pénz, mert az is nagyon érdekes volt, hogy amikor a 24.hu újságírója utána járt, hogy honnan lehet, akkor talált egy taiwani céget, kiderült, hogy ennek ez kihez kötődik, és ez az üzletember nem emlékezett először arra, hogy ő támogatott volna egy ilyen alapítványt, aztán utána
Tehát meglátta a tűztollal kiírt papírt. Hát annyit szokott adakozni, ki emlékszik már. És aztán mondta, hogy ő az üzlettársai köréből kért pénzt egy ilyen magyar alapítványnak. Jó, cserébe az állampolgárságért, amit a kövér elintézett neki. Vagy esetleg egy jó kis befektetési kötvény, letelepedési kötvény. Hát csak arra mondom, hogy nem biztos, hogy ő pántlikázt az elsőre az ember, de nyilván van az a vagyon, ahol már nem jut eszembe, hogy elköltöttem. Egy alapítványnál nem úgy működik, hogy én oda szórok egy milliárdot, aztán édesapám, csinálja vele, amit akarsz, mint a teniszszövetségnél intézték ezek a jó emberek. Ez nem így működik. Egy alapítványnál meghatározott cél van. Arra kell költeni, ami az ha a vakemberek segítségére kutyákat kell kiképezni, akkor nem, nem a saját kocsit veszek belőle, pontosan, meg igen, nem villát. Fontos, hogy amit ügyvéd úr mond, hogy az alapítványok működése fölött elvileg megvalósul egy úgynevezett törvényességi ellenőrzés, aminek ki ugye a gazdája a törvényességi ellenőrzésnek első körben az ügyészség. Na, hát akkor legfőbb ügyész úr. Legfőbb ügyész úr, lenne munka. Eljárni. Igen. A politikai következményt, és most ne azt nézzük, hogy itt az ellenzék erről kiadott három közleményt, hanem hogy a határon túliakhoz. Ez a hír, tudom, az a belépő küszöb, hogy eljut-e egyáltalán. Igen. Mondjuk ezt megugrottuk, eljut. Biztos, eljut. Persze. Van-e következménye? Szerintem annyiban mindenképpen, hogy én alapvetően nem szeretem, amikor egy egységes tömbként kezeljük a határon túliakat, mint olyat, mert ez marhaság, meg nem megalapozott. Az én összes, mondjuk erdélyi barátom, meg mit tudom, tehát nekem az elég sok ilyen kapcsolatom van össze-vissza, ők jelentős részben az ő politikai gondolkodásuk, ha szabad így fogalmazni, azért bizonyos mértékük fixálva van arra, hogy ők például a 2004-es állampolgárságos népszavazást nem tudják megbocsátani, és ezért mai napig így gondolkodnak erről. Ami úgy gondolom, hogy érzelmileg egy teljesen érthető álláspont. Hogy mikor éri el náluk, ezeknél a barátaimnál például, akik azért a Fideszre szavaznak, mert az állampolgárságos népszavazás, hogy mikor esik le nekik az, hogy ez már nagyon nem elég, azt nem tudom, de körülbelül egyébként egy nagyon hasonló attitűd működik a mai napig az ellenzéki gondolkodásban is, aminek az előválasztás egy nagyon jó példája volt a gyurcsányozás tekintetében, hogy vannak ezek a befixált dolgok, hogy a Gyurcsány rossz, állampolgárságos népszavazás rossz, stb. És ezek hogy beültek a magyar társadalomban, meg a közpolitikai, politikai gondolkodásunkban, és ezek nem jönnek ki. Idővel szerintem előbb-utóbb csak eloldódik, hát bízom benne, hogy előbb vagy utóbb mindenképpen. Van egy racionálisabb válasz is, kilóra megveszik őket. Uh-huh. Valaki magyarázza el nekem, hogy a Kárpátalján élő magyar emberek, akik hát leírják, hogy ők atomfizikusok voltak, Ukrajnában olyan végzettséget szerzek 2000 dollárért, hogy a világon senkinek nincsen, na mindegy, hogy ott is kapnak nyugdíjat, meg tőlünk is. Egy napot nem dolgoztak Magyarországon. Hogy van ez? Jó, de ez már 2010 előtt is volt, ez egy 60-as évekből származó vacak nemzetközi szerződés. Ettől még ugye meg kell kérdezni ott Szabolcs-Szatmárban a választási bizottságokat, amikor bejönnek onnan a túloldalról emberek, és akkor lefotózza magát a lappal együtt, hogy kire szavazott. Nyilván vannak van ilyenek, ez? De a határon túli magyar szavazók nagyon nagy része szerintem marhára nem kap egy fillért se ezért. Az lehet. Meg ugye, hogyha a hazai nyugdíjasokról nem feltételezzük, hogy kilóra megvehetők, mert ugye most őket is elkezdik megvenni majd 7 hét múlva, akkor ezt azért feltételezhetjük a határon túli magyarokról is. Hát nem, mert az egy másik, az egy teljesen Most egy ukrán nyugdíjat, meg nem, egy... Nem lenéző ez nem, a... Nem, az egy teljesen nem. Másik történet. Nem. Én azt gondolom, nem. Konkrét számokat is tudnék mondani, most nem hiszem, hogy konkrét ügyekkel kellene foglalkozni. Egy ukrajnai, magyar nemzetiségű, egyébként érettségével rendelkező, de Magyarországon közgazdász diplomát bemutató, és ezért 100 000-es nagyságrendet kapó nyugdíjat, az a magyar 100 000-es nagyságrend az Ukrajnában bődületes pénz. Bődületes pénz. Már most ők így állnak, pech, de igen, de ez nem kiváltó oka ennek a problémának, amiről beszélünk. Mondom, ez egy nagyon régi nemzetközi szerződés, nagyon régen föl kellett volna mondani a fenébe, már sok évvel ezelőtt, valamire a 2010 előtti kormányzatoknak sem szúrt szemet, most, hogy ellenzékbe kerültek, most már szemet szúr nekik, most valamire a mostani kormányzat nem akarja fölmondani. Ezt ennyi munka lenne fölmondani, ezt a két oldalú régi, a szovjet időből maradt nemzetközi szerződést, ami a szocialista testvéri együttműködés keretében fogant annak idén.
én ezt, nem ezt látom a kiváltó oknak. Minden esetre, amit Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes megmondott évekkel ezelőtt, hogy azért kell választójogot biztosítani oda, mert akkor hosszú távon biztosítva van. Nem Mikola volt, vagy 2006-ban? Mikola is volt. Igen. Is. És mindegy. És azért az úgy igen, megvalósul. Igen, ezeknél a választóknál az az érzelmi bekattanás játszik, amiről beszéltem. Nem azt mondom, hogy ők ki lennének ezért fizetni. Ha ezen nem tudják túltenni magukat, akkor az rájuk magyarországi magyar választók jelentős része sem tudja túltenni magát. Nagyon sok dolgon. Ez emberekből vagyunk. Az van, hogy egy picit most reklámoznunk kell, de ne csüggedjenek, mert a reklám után is Kövér Lászlóval fogjuk folytatni. Csak más szempontból, mert hogy azzal folytatjuk, hogy Szabó Tímea összesen több mint 11 millió forintnyi büntetést szedett már össze. Már bekattanástól beszélünk.